Sziasztok, Kovács Robi vagyok, ismételten Cipruson tengetem napjaimat, így november végén egészen kellemes idő van. Visszatértünk, hogy hazavigyem a JDM estét, amit legutóbb nem sikerült. Egy éjszakát töltünk itt Ciprus szigetén, és töltöttünk, mert már itt aludtunk, és ma éjszaka indul a komp át Törökországba. Egy másik komp, nem a legutóbbi áruszállítóval megyünk, hanem egy személy komppal, mert oda sikerült most foglalni, és reméljük, az kicsit kényelmesebb is lesz. Szóval tartsatok velem, és nézzük meg együtt, hogy sikerül átvinni Törökországba az estét. Egy 50 kilométeres taxiút 50 euróba kerül itt Dél-Cipruson, azaz Görög-Cipruson. 60 eurót mondott rá az ember, de 50 euróig sikerült lealkodnom. A busszal ugyanezt a távot mennyiért is tettük meg, mindjárt kiszámolom. Talán 2 plusz 4 eurót, ilyen 6 vagy 8 eurót tettük meg egy átszállással ugyanezt a 50 kilométeres távot. Egyébként a Google Maps... Ordít közben, bocsa, háttérbe a taxisofőr. Egyébként a Google Maps nem mutatja a ciprusi buszjáratokat, de egészen jó csatlakozások és egészen sok busz van. Cyprusbus.com, azt hiszem a weboldal címe a helyi busztársaságnak, ott meg lehet találni a menetrendeket, illetve a csatlakozásokat. Szóval ajánlom mindenkinek, aki Ciprusra látogat, hogy egész nyugodtan számíthat a helyi közlekedésre, mármint a tömegközlekedésre, csak ne a Google Maps ajánlásával próbáljon eljutni A-ból B-be, hanem keresen rá Google-ba a Cyprus buszra, és meg fogja találni majd a helyi weboldalt angolul, és teljesen érthető és kereshető módon. Egy ciprusi ismerősöm szeretne venni egy új VRX-et, és ezért vagyunk itt ebbe a kereskedésbe, mert van itt egy egész szép kék autó, ahogy így látom. Mindjárt körbenézem, körbemérem, átnézegetem, és hát majd mondok egy igent vagy nemet már, mint hogy megveheti vagy megvegye szerintem, vagy sem. Vannak itt árak. Na, körbemértem a kocsit, körbenéztük. Egész jól fújogatták, ami volt rajta fújva. A hátulját valamit javítottak rajta a hátsó sárvédőn. Mind a kettő oldalt látszik, meg a hátsó lököst is fújták. Igen, na itt például ez nem tudom mennyire látszik videóba. Látszik szerintem, ott van egy kis lakmegfolyás, hát ezt srácok nem csiszolták rendesen vissza, ez simán javítható. Illetve ami még nagyon nem tetszett, az itt is látszik, hogy megfolyt vagy beszívódott a fény, nem tudom, a hátsó sárvédő aljába. Egyébként szép a kocsi, van benne 10.000 km, szóval gyakorlatilag ez egy új VRX. Legmagasabb felszereltség, mert Hamann kardonzene, bőrülés, sávtartó tempomat, vagy távolságtartó tempomat, sávtartó elektronika. Szóval ami nem egy rossz kocsi, automata, ami hát valakinek jó, valakinek nem jó, ez egy új automata váltó, ez szépen vált. Szóval nem egy rossz kocsi ez. Nyilván az von le az értékéből, hogy már volt fényezve, de nem rossz. Itt Cipruson azért mások a léptékek, szóval itt az, hogy volt már bele ködölve, fújva itt-ott az a legkevesebb kilométer jó, műszakilag jó, jól felszerelt, gyakorlatilag színe jó, szóval nem egy rossz kocsi. Ha az ár is olyan lesz, ami ezt tükrözi, hogy nem egy új autó, hanem már
volt sérülve, akkor szerintem simán megveheti a ciprusi ismerősöm. Hiába vagyok Subarus, azért én ezt az S2000-et szívesebben vinném, mint az automata új VRX-et. Valahogy ez jobban vonz. Megkaptuk a kompiát, és elméletileg felbocsátást nyerünk itt a Girnei kompra. Kicsit kaotikus ez az állapot, mint legutóbb, senki nem tud semmit, csak ürenk ide oda-moda, de úgy néz ki, hogy van kompjegyünk, és most megpróbálkozok az autóval is becsekkolni. Na végül nagy nehezen feljutottunk a kompra. Volt egy kis kavarodás, mert hogy az előző visszafordított utunknál még a régi útlevelemet használtam, és minden kimenő papírban, amit az autóra adott, hogy november 30-ig el kell hagynom vele a szigetet, tehát abban a papírban a régi útlevelem száma volt, és először nem értette, hogy mi a helyzet, hogy miért más szám, azt adattam a régi útlevelemet, mert hogy mondták, hogy hozzam el mindenképpen, mert annak az útlevélek a száma van a forgalmiban is, meg a régi kimenő papírban is, szóval miután odaadtam, utána már világossá vált a vámosnak, hogy mi a helyzet, akkor elvette azt a kimenő papírt, és lepecsételte a másik papíromat, szóval útunkra engedett, eddig egyelőre úgy néz ki, hogy minden frankó, már csak a törökországi bebocsátásnak kell legalább ilyen zökkerül, illetve jónak lennie, nem mondom, hogy zökkermentes volt ez, de legalább fönt vagyunk. Hát ez a hajó, ez sokkal, nem sokkal, de pár fokkal kultúráltabb, mint az előző teherszállító. Itt azért jobban felkészültek az utasokra. Van büfé is, ami nem egy rossz dolog, erre nem gondoltunk, hogy lesz. Szóval nem rossz, nagy nehezen találtunk két ülőhelyet, mert már két belső ülőhelyet, mert itt a Taton, itt van csomó kinti szék, de hát nem biztos, hogy jó lesz, vagy jó lenne kint a nyílt óceán, vagy nyílt tengeren végigutazni, valószínűleg hideg lesz, meg szél, meg mit tudom én, aztán lehet a végén ez jobb is kijövünk. Szóval mindegy, bent találtunk két normális, viszont normális ülőhelyet, szóval eddig úgy tűnik, hogy minden frankó, most már csak túl kell élni a tengeren való utazásnak a megpróbáltatásait, reméljük nem lesz vihar, és nem leszünk tengeri betegek. Na hát, hogyha minden jól megy, akkor holnap végre kijutok a szigetről. Az ebédre elvett hatalmas tárhoz képest a vacsoránk eléggé szegényesen fest, de egyáltalán nem esik rosszul, egy kis humusz és joghurttal és pitával, hát gyakorlatilag szerintem kb. Ezt teszik a helyiek is. Én meg szeretem azt csinálni, amit a helyiek is csinálnak. Na, úgy néz ki, átjutottunk, az útlevelemet ezúttal rendben találták, szóval ez a része frankó.
Csak egy dologba kötöttek bele, mármint egy dolog kellett nekik, mégpedig egy biztosítás. Kötöttem biztosítás az autóra görög-ciprusi részen, török-ciprusi részen is, de hát egyik se volt nekik megfelelő. Kellett kötnünk egy új biztosítást itt a helyi brokernél, 25 euróért egy hónapra, és hát reméljük ez elég lesz már az autót kiléptető vámosnak, és más dologba nem fog belekötni, és végre utunkra enged. Jelentem, végre valahára bebocsátást nyertünk Törökországba, szóval már nincs is más akadály előttünk, úgy néz ki, hogy elérjünk Isztambulig. A mai napon csak Bursáig fogunk elautózni, az navigáció szerint innen 741 km, és 9,5 óra utat jelent, nincs autópálya ezen a részen, szóval bőven elég lesz odáig eljutni. Bursa Isztambultól délre 100 km-re fekszik, szóval ma ott alszunk Bursába, közben megállunk, hogyha látunk valami látnivalót, eszünk valami jó török grillkaját, kávét, teát, mindent, ami ilyenkor illik, és holnap reggel fogunk Bursából átmenni Isztambulba, a holnapi napot ott töltjük, és majd azután pedig Szofia az úti cél, hát egyelőre csinem vagyunk. Nem tudtuk, mit rendelünk, mert nem nagyon beszéltünk egy nyelvet a pincérre csajjal. Így az elmondás alapján lecsónak tippeltük, és valóban ez egy tojásos lecsó, de picit más, mint az otthoni, és nagyon-nagyon ízletes. Kaptunk hozzá ilyen, hát nem tudom mi ez, valami pitát, amiben spenót van sütve, de friss spenót. Nagyon finom. Na, a macska már lopná a kaját, de nem. És hát itt nagyon sok oliva föld van, vagy oliva fa, oliva ültetvény, és ahogy láttuk, mindenhol csak úgy dől ki a kocsikból az olivabogyó, szóval természetesen friss olivabogyót is kaptunk hozzá, és így összességében nagyon finom és nagyon egyedi gasztronómiai élmény ez az ebéd. Fú, nagyon telehettük magunkat, olyan kellemesen, mert nem ettünk igazán nehéz ételeket, hanem ilyen, mint láttátok, inkább ilyen zöldséges lecsó tojással, meg azt a kis lepényt, szóval nem volt semmi megterhelő, és nagyon finom volt, és a két teával együtt összesen fizettünk 3000 forintot, ami úgy gondolom, hogy jutányos ár. Végettünk ilyen olcsón, ilyen jót. Ugye, Ági? Igen. Thank you.
mai reggelt Bursában kezdjük, kicsit körbenézünk itt a belvárosba, hogyha már ilyen frekventált helyen van a szállásunk, megnézzük itt a környezőbeli üzleteket, és utána indulunk majd Isztambulba, mert a ma estét, illetve délutánt, meg talán a holnap délelőttet is ott fogjuk tölteni. Teljesen más a török kávé, mint az otthoni, amit megszokhatunk. Egy kicsi ilyen eszpresszós pohár méretű. De ilyen, hát nem negatívumként, de ilyen kicsit zacos íze van, mert hogy ők bele is rakják a darált kávét a vízbe, amiből főzik, majd kiöntik a kis csészébe. Ennek a végén, amikor megiszod, vagy megiszom, az alján fog maradni egy csomó ilyen kis főt, vagy nem is tudom milyen zac, ami nyilván nem finom, azt nem kell meginni, csak a tetejéről kell leszűrcsölgetni. És nekem ízlik az íze, különleges íze van, nem mondom, hogy minden nap ilyet innék otthon, mert azért egy jól bevált olasz espresso azért csak incsiklandóbb és csak finomabb, de egyáltalán nem rossz, és egy élménynek szerintem tök jó. Törökországban is van, ahogy láttam, elektromos roller megosztó. Minden roller ki van kötve valamihez, hogy ne basztassák, ne lopják el, gondolom. Nehezen sikerült parkolót találnunk, és tele van itt Isztambul ilyen parkoló őrökkel. Igazából nem nagyon értem, hogy ők most hivatalosak, vagy csak valami magánszervezet. Tegnap megálltunk, és mondja a csávó, hogy 18 lira, ami olyan 400 forint, 380 forintnak felel meg. És mondom, jó, oké, 18 lira, de mennyi időre? És akkor mondja, 1, 2, 3, 4, mondom, igen, egy pár óra, de az mennyi lesz? Mondja, 18. Hát de 18, mi mondom, óránként? 380 forint óránként, mondom, az nem sok, az itt a belvárosban teljesen elviselhető. Mondja, nem, 18 lira, és addig maradok, ameddig akarok. Ja, mondom, az úgy frankó.
most egy tök másik helyre álltunk meg, de igazából ugyanabban a körzetbe. Kérdezni a csáv, hogy hány órát maradok? Hát mondom, egy párat, nem tudom. És itt meg 30 lirát kért, ami 660 forint. Az se sok, csak nem értem, hogy van az árazás, de lassan már megszokom, hogy itt nem kell semmit érteni, csak csinálni, élvezni és együtt élni a török feelinggel. És ha már Isztambul, akkor természetesen a vásár, illetve a ruha boltok sem maradhatnak ki az élményből, mert ez hozzátartozik Törökországhoz. Viszont rá kellett jönnünk nagyon hamar, hogy itt a nagy bazárban, ami egy ilyen rohadt nagy zárt bazár komplexum, itt bizony dupla, sőt háromszor annyiba kerül minden, mint a bazáron kívül a kis pincékbe, kis boltokban. A termékek, a ruhák, az anyag, a minőség ugyanaz, csak a szorzó az itt kétszeres, mert hogy nyilván gondolom a bérleti díjak is drágábbak, illetve mindenki ezt keresi föl, ez a felhájpolt bazár, a Grand Bazár, és ezért törökök se hülyék, minden dupla annyira adnak, de azért a magyarok eszét nem járnak ők se túl. Tudom én, hogy hol kell az olcsót megvenni. Törökország lakossága 85 millió, és ebből csak Isztambulban 15 millióan laknak, és ezt érezni is, hogy egyszerűen túl sok ember van itt, túl kevés út, az infrastruktúra nincsen kiépítve ez a baromi sok emberre, de szerintem nem is lesz, mert annyira zsúfolt a város, hogy egyszerűen nincs hely több embert és több autót kezelni, illetve normálisan elhelyezni. Szóval legközelebb Isztambulban inkább repülővel jönnék, és a kocsit azt mindenféleképpen otthon, vagy legalábbis Isztambulon kívül hagynám, mert egyszerűen szörnyű ez, hogy ha be is jutunk, nem haladunk, nem tudunk megállni sehol, és ha valamit, akkor én ezt kibaszottul gyűlölöm. De egyébként Isztambul meg amúgy egy királyhely. Ez az utolsó tankolásunk Törökországban valószínűleg, mert innen azt hiszem 150 km a bolgár határ, szóval még telerakadtam az autót, és 47 liter ment bele, és az előző teletankhoz képest lenyomtam a kilométer számlálót, és 517 kilométert mentünk el, tehát ebből a 47 literből, ami azt jelenti, hogy 10 liter alatt lett a fogyasztás, vagy legalábbis 10 liter körüli, hogyha mondjuk a kilométer óra is csal valamit, de mondjuk, hogy nem csal, 10 liter alá bevinni egy este, szerintem egyáltalán nem rossz. Nagyon sokan mondjátok nekem, hogy fú, hát a VRX is nagyon sokat fogyaszt, meg az ST is rengeteget fogyaszt, és hogy nem való utcára, és hogy
és hogy kibírhatatlan a fogyasztása, de hát hol? Nem értem, én mindig, amikor megyek hazafele, vagy megyek egy estével, és normálisan használom, akkor 10 liter körül tudok menni 100 kilométert vele. Most is volt autópálya 100-120 km per óra között, volt Isztambulban rengeteg dugózás, tényleg baromi sokat álltunk a dugóban, nem haladtunk semmit, szóval így ezek mellett is kijött 10 liter alattira a fogyasztás, az valami szuper, és ez nem egy extra dolog, tehát nekem általában ennyi egy jó estéivel. Hogyha ennél sokkal több, akkor vagy az van, hogy a vezetővel van probléma, nem megfelelően használja az autót, nem megfelelően vált, vagy pedig az autóval van probléma, valamilyen technikai gondja van, ami miatt többet fogyaszt, mint kellene, azaz gyengébb, szóval ez ennyi probléma lehet, vagy ez ennyi oka lehet annak, hogy egy Subaru nem fogyaszt jól, de most már több egyére bizonyítom azt, hogy egy Subaruval igenis lehet 10 liter, illetve alatti fogyasztással hosszú távon közlekedni. Átjöttünk, nem tudom most mint, talán ez a bolgár rész már, és egyből lemosták a kocsit ezzel a valami vegyszeres vízzel, kötelezően minden autót, és 3 eurót kértek ezért. Nagyon vicces, furcsa, bizarr, nem értem ezt az egészet, de legalább átjutottunk, és már, hogyha jól látom, csak pár autó áll az Európai Unió kapuja előttünk, szóval mindjárt szabadok leszünk. Ismét reggeli a fejem, ahogy látom. Tegnap este értünk Szófiába, semmi probléma nem volt az úton meg a határon. Elég későn érkeztünk el, és egy ilyen nagyon különleges, hát a ma elveszettjük, így különleges hotelben aludtunk. Mindjárt mutatok egy pár képet a berendezésről, meg az interiőrről. Nem éppen ez a számomra a legkedvesebb belső dizájn, de mókás. Szóval azért vagyunk itt Szófiába, egyrészt mert tök jó útba esett, másrészt pedig mert van itt is egy autó, amit lefoglalóztam, és hát nehezen bírom ezt, hogy kette jövünk egy autóval ilyen messziről, ilyen hosszú úton, és útközben ne vegyek valamit, szóval lefoglalóztam egy VRX-et, amit mindjárt reggeli után megnézzünk, hogy milyen, és ha minden igaz, akkor gyorsan lakunk rá valami export papírt, hogy haza tudjuk vinni, hogy Ági is tudjon valamit vezetni. Egyébként az autó az egy svájci papíros 2001-es ezüstszínű VRX, teljesen korrektnek tűnik. Eladó szerint nincs rozsda, nincs igazán hiba, de hát láttunk már csodát, na mindegy, nem sokára kiderül, hogy milyen az autó. Na, megérkeztem a kereskedésbe. Itt áll az autó, több Subaru kíséretében. Ő az. Nem tűnik rossznak. A motortere egészen tisztességesen néz ki. Szépek a csövek. Nincs korrózió, nem rossz kocsi ez. Motor hangja szép. Jó lesz ez, visszük. Már csak el kell intézni az exportpapírokat, amik hát itt szintén nem mennek egyszerűen. És nincs túl sok időnk, de hát ez van. Mindig reméljük a legjobbakat. Kicsit sikerült még alkudom az autóból, nem volt egyszerű, de végül egy pár száz eurót engedett még a kialkudott árból, mert volt egy pár hiba, amit nem mondott. Most aksit cserél a srác, mert az aksia halott, nem tudtuk indítani csak bikázással, az meg annyira nem szerencsés így hazaindulni, és várunk egy autómentőt, ami elvisz minket majd a műszaki vizsgálomásra, ahol okmányoda is van,
hogy egyben intézzük az export papírokat, és végre indulhassak haza. Na így mennyivel jobban néz ki, hogy nincs beégve a kép. Az export rendszámhoz szükség van vizsgára, mint ahogy a legutóbbi bolgár videóban mutattam. Itt is hasonló a szituáció. Bejöttünk ide a helyi mozaikba. Itt kapjon a kocsi egy gyors árnyézés, igazából csak egy windchecket. És húztunk egy számot, azt hiszem 130-asra, 131-nél vagyunk, és 170-asra, milyen, vagy 40-et autót kell várni. Ami azért nem olyan szörnyű, mint otthon. Ott a VRX, ott állunk. Szóval nem olyan szörnyű az jutunk, mint otthon, de egy fél órát, órát biztos, hogy fog kelleni várni, mire sorra kerülünk. Na erre szoktam mondani, hogyha az íze csak fel olyan jó, mint amilyen jól néz ki, már akkor is biztos baromi jó lesz. Úristen! Ez nagyon komoly. Az íze még jobb, mint ahogy kinéz. 55 leváért vesztegették ezt a hatalmas nagy szendvicset, amilyen 1000-100 forint. És szerintem nekem elég lesz egy fél napra. Itt egy szép kultikus mászpasszát, gyönyörű ökhárító installációval, és egy nagyon igényes LED szalag beépítéssel. Jól látszik, hogy figyeltek külön arra, hogy eltüntessék a kábeleket is. Erről szintén. Eskü rá is kívántam erre a gyönyörűségre. Bulgáriában minden állami intézmény tele van ilyen messziről is gagyinak tűnő UV Air Cleaner feliratos dobozokkal. Gondolom ebbe valami mutyi lehetett, valami politikusnak. A haverjának a cége biztosan elnyert egy állami tendert, és jó pénzért telepített egy csomó ilyen semmire nem jó dobozt. Az egész út legidegesítőbb és legfeleslegesebb szopása már megint a Röszkei határát kelő, és ennek egy egyértelmű oka van, méghozzá az, hogy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lehetséges autósávból 2 darab működik. Nem is tudom mióta, már több mint 2 órája állunk sorban, úgyhogy eddig egyik határnál se kellett
sorban állni többet, mint negyed óra. Szóval nem értem, hogy ezt miért nem tudja Magyarország is normálisan megszervezni, hogy legyen elég határőr, és legyen elég sáv ahhoz, hogy normális ütemben tudjanak az autók bejutni Szerbiából Magyarországra. Néztem a határátkelőnek az értékelését Google-ban, és valami 1,7 pontos, tehát ez kritikálni, hogy lehet ezt megengedni, hogy egy ilyen ekkora nemzetközi tranzit forgalmat bonyolító ország ilyen fontos határátkelőjén két sor menjen ennyi autóra, ami mindig túlterhet. Most abszolút low season van, tehát tényleg most aztán nagyon kevés autó jön, és ilyenkor is ekkora szopást, kibaszottul gyalázatos és undorító és szörnyű, és megint átjövök fél Európán, és mikor borulok ki, mikor van elegem, mikor van az, hogy azt érzem, hogy kurva nem akarok itt lenni Magyarország kapujában. Kösz szépen! Ennek a videónak egy kicsit más vége lesz, mint a megszokott, mert hajnali 4 után értünk Budapestre, és semmi vállalható arcom, illetve erőm nem maradt az elköszönéshez. Nektek köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, nyomjátok meg a kis csengőt, és iratkozzatok föl a csatornámra. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!